Az Erdélyben tett kirándulások során az égig érő sziklák és fák között, vagy a falvak határában meghúzódó dombokon sokszor találkozunk várromokkal. Számtalan titok őrzői ezek. Legtöbbször a természet már birtokába vette a romokat. Bokrok és fák növik be, mintha ők is őrizni szeretnék a titkot. A Retropolis második része a romok között kutat, de nem mind odvas és reménytelen, amit találtunk. A várromok elhagyatottságukban is sokat meséltek nekünk. A helyieknek megszokott mindennapi látvány, önöknek pedig, kedves nézőink, talán a következő kirándulóhely. Még mielőtt bemutatnánk néhány fontos erdélyi várat, érdemes áttekinteni a várépítés történetét. A vár építésének helyét a védekezés jellege és a természeti körülmények kihasználása határozza meg. Így a kezdetleges várak sík területre vagy dombra épültek, földből és fából. Szerkezetileg két fő részre oszthatók, a vár udvarra és az úgynevezett motra. A várudvarban laktak az emberek és az állatok. A mott egy torony volt, amit egy mesterséges dombra építettek. A 11. században létrejöttek az államigazgatás területi egységei, a királyi vármegyék, középpontjukban a királyi várakkal. Ezek ovális alaprajzúak voltak, sok helyen torony nélkül, mint például Dobokán vagy Biharon. Az őrséget befogadó tornyokat eleinte a vár közepére építették. Ezeket nevezzük belső tornyos váraknak. Ugyancsak a 13. században kezdett megnőni a várak gazdasági jelentősége is azzal, hogy környékükön vásárokat tartottak. Az 1241-42-es tatárjárás bebizonyította, hogy ezekkel a várakkal nem tudják megvédeni az ország területét. Negyedik Béla ezért nagyarányú birtokadományozásba fogott, így a királyi várak mellett megjelennek a nemesi várak. Több újítást is bevezettek. A vár falait erősebbre építették és ellátták szuroköntő lyukakkal, illetve lőrésekkel. Védelmi szempontból a vár területét több részre tagolták. A támadásnak legkevésbé kitett oldalra épült az úgynevezett öreg torony. Ez jelentette sok esetben a várvédők utolsó menedékét. Ilyen öreg tornyot hamarosan bemutatunk Torockó-Szentgyörgyön. A törökök közelettével újra létkérdés lett a várak építése, illetve megerősítése. A javak védelmében a városi polgárság erődíti a városokat, a kisebb közösségek a templomokat. A fejlődő városokban a bástyák és a falak rendben tartása a céhek feladata volt. Ezért viselik sok helyen a céhek nevét a bástyák, például a szabók, szűcsők, vargák vagy mészárosok bástyája. Meg kell említenünk egy különleges bástyatípust, a barbakánt, amely egy csapóhíddal ellátott erős torony volt és a főbejárat védésére szolgált. A 15. században épült váraknál új típusú tornyok jelentek meg, amelyeket a falon kívül helyeztek el. Az úgynevezett külső tornyos vártípus építését a tűzfegyverek elterjedése gyorsította fel. Az új típusú torony kör vagy ék alaprajzú volt. Az utóbbit láthattuk például Keresden is. A 16. században megjelent egy még fejlettebb bástyatípus, a füles vagy olasz bástya. Több oka volt annak, hogy a 17. században a várak jelentősége csökkenni kezdett. A tűzfegyverek elterjedésével a várak helyét az erődők és az erődrendszerek váltották fel. Másodszorban a vár nem csak a külső ellenség ellen védett, de a belügyben is nagy szerepe volt.
aki a vár, az a stratégiai előny. Kellemetlen lehetett a hatalom számára, amikor például a parasztok elfoglaltak egy várat. Éppen ezért a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es béke után a bécsi udvar úgy határozott, hogy lerombolja a még esetlegesen használható régi erősségeket. Ez az intézkedés gyorsította fel a várak pusztulását. Nézzünk meg két ilyen várromot. Torockó-Szentgyörgyre látogattunk. A település Nagyenyedtől 20 kilométerre északnyugatra fekszik. Már a faluból is látszik a torockai vár romja, amely a várhegyen magasodik. A helybéliek számára évszázadok óta hozzátartozik a környék képéhez. Sárika néni például gyerekkorában sokat játszott a romok között. Jól ismeri a falak legendáját is. Itt volt valamikor Hajdanában egy óriás, annak volt egy leánkályos, lejött a völgybes, rágyitte a fölművest és az ekét, a ruháját, a köténykéjébes. Az apja megdorgálta, megszitta, hogy miért hoztad fel, mert fölműves nem játékszer nekünk. De ha fölműves nem lenne, nem ennénk kenyeret. És akkor aztán a leánka visszahozta, így van a legenda. Aztán, hogy mi volt, azt a a jó Isten tudja. Lentről a várom nem tűnik óriások hajdani lakhelyének, ezért nekirugaszkodunk a várhegyre vezető szerpentinnek. A millió tücsök cirpelése elkísér a várig. Az 1700-as évek elejéig zajlott itt az élet a Torockó-Szentgyörgyi várban, amikor egy vesztes csata után az osztrák ellenség felrobbantotta a várat. Azóta semmilyen építési munkálat nem zajlott itt, sőt, azóta az állaga is egyre csak romlik. De nézzük meg közelebbről. Az út meredek, de minden lépéssel közelebb kerülünk a legendabeli óriások földjéhez. Ahogy közeledünk, a várfalak is egyre nőnek. A Szerpentin út egy igen romos kapuvédő barbakán udvarára vezet, ahonnan két irányba lehet tovább haladni. Körülbelül a várudvar közepén állok. Míg a déli oldalon az omladozó várfalak maradtak, addig az északi oldalon még jól felismerhető a bástya. Az erősséget a 13. században a IV. Béla király által elrendelt várépítési korszakban emeltette az Ákos nemzetség. A 14. században a torockai nemesi család már romos állapotban találja egy ostrom után és felújítja. Viszonylag eldugott helyen emelkedik az erősség, ezért a korabeli források inkább a nemesi családon belül zajló viták kapcsán említik. A vár romlása az említett 1707-es ostrom és az akkori robbantással következett el. 300 év után a falak még mindig impozánsak. Tesszik! Bepillanthatunk a hatalmas, ötemeletes torony belsejébe. A tartógerendek nyílásai ma is látszanak. A bástyafalak vastagsága néhol eléri a 2,5 métert is. Nem is csoda, hogy bírják az időmúlás megpróbáltatásait. A várba látogató turisták töltik meg a várat hanggal. Különben csak a szél süvítését lehet hallani. Most csend honol a falak között. Ha a vár fénykorába mennénk vissza, nagyon sok muzsikát hallhatnánk. Hogy is hangzott ez, megtudtuk Csíkszeredában a régi zenefesztiválon. Amíg a háttérben a Kajoni konszort, a Flauto Dolce és a Kollégium együttesek játszanak, tekintsük át röviden ezt a régi zenenév alatt összefoglalt zenei periódust. Az első a középkori zene, amelynek világi zenéjét elsősorban a lovagi költészet képviseli. Többnyire nemzeti nyelven énekelték a balladákat, szerelmi dalokat.
Ebben a korban kezdett kialakulni a zenei többszólamúság is. A 15.-16. Században már a reneszánsz zene élte virágkorát. Az eddiginél jóval szorosabb kapcsolat jött létre a zene és a szöveg között. Így a zeneszerzők arra törekedtek, hogy a humanista eszményeknek megfelelően a szövegi tartalomhoz illő és az azt kifejező zenét írjanak. Ennek a kornak az egyik nemzetközileg is elismert lantosa Erdélyben zenélt. Hogy kiről is van szó, elmondja Deák Endre, a Nagykárolyi Kollégium együttes vezetője. Erdélyben született az a híres, nevezetes lantos, Bakfark Bálint, aki brassói születésű, és ő aztán Európa szerte elismert művész egyéniség lett. A gyulafehérvári fejedelmi udvarban sok híres európai, elsősorban olasz, német és lengyel zenész megfordult. A zenei irodalom néhány értékes könyve ekkor íródott. Például olyan kiadvány jelent meg, amit több is, amelyet Báthori Zsigmondnak vagy Báthori Andrásnak ajánlottak, és van egy, amelyiknek az a címe, hogy Il Transilvano. Tehát az erdélyi zene akkor külföldön is valamennyire ismert és elismert volt. Na most ilyen aranykornak nevezhető időszak a történelmünkben nem volt se előtte, se utána. A Mikóvárban felcsendülő muzsika nem csak zeneileg, hanem előadás módjában is tükrözi a több száz évvel ezelőtti hangulatot. Ferenc Angéla, a Hargita megyei kulturális központ igazgatója. Azért jellegzetesek a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál, mert egy olyan koncepció mentén szerveződnek, ami a historikus előadásmód koncepciója. Ez azt jelenti, hogy a korabeli muzsikát a korabeli technikával, a korabeli interpretációval adni elő. Természetesen csak egy elképzelésnek, a képzeleti játéka működtet, hogy elképzeljük, hogy ezek milyen helyzetben, vagy milyen környezetben játszottak. A Régi Zene Fesztiválon ízelítőt kaptunk, hogy milyen lehetett a zenei élet azokban a várokban, amelyeket bemutatunk. A korabeli dallamok után menjünk Csíkból Szilágy megyébe, az Almási várhoz. Az erősség a falutól keletre a várhegyen húzódik. A település a 14. századig falu volt, azután már mezővárosnak számított. A Bósa nemzetség uralkodott a környéken, a várat is ők építették. Az Almási vár a Várhegy fennsík egész területére kiterjedt. Két része volt, a külső vár és a belső vár. Az, amit most messziről látunk, az a belső várból a központi épülethez tartozó toronynak a maradványai. Nézzük meg közelebbről. Károly Róbert sorra felszámolt az egyes tartományurak territoriális hatalmát. Sorra került a Borság hatalmának megtörése is. Almásvár a király kezére került. Később sokszor gazdát cserélt és számos alkalommal megostromolták. A 16. század közepén például Balassa Imre tulajdona volt, akit a Szapolyai János elleni összeesküvés miatt kiűztek a várból. A 17. század elején Básztá hadai is ostrom alá vették Almás várát. A végső csapást 1658-ban a tatárok mérték az erősségre, felgyújtották és lerombolták azt. A 19. század elején egy udvarház építéséhez a vár köveinek egy részét is felhasználták. Ami megmaradt, azt a bokrok és fák vették védelmük alá. Erdély keleti részén van még egy hasonló nevű település, Kézdi Almás. Ennek szintén volt egy vára, amelyhez egy érdekes legenda fűződik. A helyiek eltemetett kincsről beszélnek. Két rejtett alagútja is van a várnak. Az egyik a Csomortáni vár alá, a másik a Szent Mihály hegyi templom mély kriptájába vezet. A várpincékben arany és sok gyémánt van felhalmozva. Utóbbinak a fénye világítja meg a pincéket. Néhányan megpróbálták ellopni a kincseket, de egy dolgot nem tudtak. A várpince bejárati ajtaja előtt egy nyaktiló van felszerelve. Ez szegi nyakát a kincs utánsó várgóknak.
A várromok mindig megmozgatták a helyiek fantáziáját, így nem is igazán találunk Erdélyben olyan várat, amelyről ne szólna legenda. Az elrejtett kincs például nagyon sok helyen visszatérő motívum. Mesélik például Zete váráról, hogy... Abban az időben, amikor a magyarok a keresztény hitre tértek át, Zete lakán élt Zeta ura, aki elutasította ezt az új hitet. Egy napon, amikor átkozódni kezdett, átkozta a papokat, átkozta az új hitet, mennydörgés hallatszott az égből, és a Zeta úr vára összeomlott, maga alá temetve azt a temérdek kincset, amivel rendelkezett. Úgy tartja a legenda, hogy minden évben Szent György napján megnyílnak a vár vaskapui, és bárki bemehet, hogy kihozza ezeket a kincseket. Nem sikerült senkinek, míg nem egy zetelaki ember, Botházi, bemerészkedett egyik Szent György napján, és azt mondta, hogy nem fog úgy járni, mint mások. Be is ment, meglátta a sok kincset, és azt mondta, hogy csak egy tarisznyával hoz ki, de a kapzsiság miatt tömködni kezdte a zsebeit, a kalapját. Éppen csak, hogy kimenekült, amikor a vaskapuk becsukódtak, ő még kiment, de egyik lábát oda csípte, ezért sánta maradt. A pénz könnyen jött, könnyen ment, hamar elherdálta, elköltötte, és nem maradt más, mint a csúf neve. Ő volt a Sánta Botházi. Aztán azóta senki többet nem merészkedett be a várba, azóta is a legenda szerint ott van a sok kincs, és már senki nem fogja kihozni. Valójában mit is lehet találni a várak alatt? Ezt csak egy olyan kincskereső tudja megmondani, mint Sós Zoltán régész, aki több ásatást vezetett különböző várak körül, például a Marosvásárhelyiben. Nekünk általában a kincsek onnan kezdődnek, hogy megtudjuk, hogy az a vár mikor keletkezett, esetleg kiképítették, milyen célból, és meddig működhetett. Elsősorban, amit talál a régész egy ilyen helyen, az a kerámia és az állatcsont. Nyilván, ami az akkori embernek a peche vagy szerencsétlenség, az a régész szerencse. Ha elveszít egy szép tárgyat vagy egy szép szerszámot, akkor azt megtalálják és örülünk neki. Például Körgényi várban találtunk 16. századi nagyon szép ezüst filigrándiszt és kanalakat, ezüst kanalat, bocsánat, egy darabot. De mondjuk a tárgyak 99%-a általában a mindennapi használatból előkerülő egyszerűbb vagy szerényebb lőletanyag. És hát aminek még a régész nem örül, az a pénz. Egy dolgot elárul, hogy az a réteg, amiben az a pénz belekerül, azt körülbelül datálja. Csak kettőt látogattunk meg Erdély számos váromja közül. Mindenikük magáncipeli a történelem nyomait. Elhagyatottak, omladozóak. Már nem lakhatóak, és épületként sem használhatók. Mi lesz a váromok sorsa? Talán mégsem. Azért szeretjük őket, mert sokat mesélnek. Csatákról és viszályokról, zsarnokokról és a népet védelmező urakról. Olyanok, mint egy nyitott könyv. Vagy mint a nagyszülők, akik szívesen mesélnek megélt dolgaikról. Ebben rejlik a várromok jövője. Részét képezik a kulturális turizmusnak. A látogatók által kerülnek be újra a jelenbe. A Retropolis következő műsorában Erdély különleges templomait vesszük szemügyre. Bemutatjuk, hogy mit rejt a kolozsvári piarista templom pincéje, és az is kiderül, hogy miről tanúskodnak a több száz éves falak, freskók és tornyok. Az adás újra nézhető a www.retropolis.ro oldalon. Ugyanitt megtalálják elérhetőségeinket, és várjuk észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat is.